2014 óta, akkor jött az ötlet Farkas Iréntől, Karcevic Ágitól és jó magamtól, hogy mi lenne, ha megajándékoznánk a falut azzal, hogy itt a templom teret feldíszítjük. Úgyhogy megkértük a településnek a lakosságát, hogy a zöld hulladék begyűjtés előtt adja nekünk azokat a zöldeket, amelyeket fel tudunk használni itt a girlandoknak, a füzéreknek az elkészítéséhez, és ezekből szerintem pazar dekorációt készítünk ide a templom tér előtti kőfalra. Továbbá kerül ide egy adventi ablak is, amit szintén ajándékba kaptunk az egyik lakostól. És lesz egy fotófal is, ha jól tudom. Igen, a fotófal az a tavalyi évnek volt az ötlete, és arra gondoltunk, hogy körbedekoráljuk ugyanilyen füzérrel, továbbá két kis karácsonyi manó került oda, és egy szánkó, amire letelepedhetnek a családok, és akkor így fotózhatnak. Mekkora munka ez, és hány dolgos kéz vesz részt benne? Ez egy hatalmas munka. Az előkészületek is több napot vesznek igénybe, amíg összekészítünk mindent, amivel dolgozni fogunk, és ezen a napon ilyenkor, advent első vasárnapja előtti szombaton készítjük el, reggel 8 órára érkeznek a kollégák, és dél 1 óra körül kész vannak a füzérek, ekkor jövünk a templomtérre, ahol férfiak segítségével föltesszük ezeket, mert hogy nagyon-nagyon nehezek, olyan 4 óra magasságába már el is készülünk vele, és hogy mennyien dolgoznak, változó, minimum 20-an vagyunk, de inkább többen szoktuk készíteni. Az óvoda dolgozói és olykor önkéntesek is csatlakoznak. És arra nincsen törekvés, hogy esetleg az óvodásokat is bevonják? Volt már olyan, hogy valaki a csemetéjével jött, és akkor ő tette fel a kis szalagokat, a dobozkákat, vagy ezeket a kis díszeket, amik rajta vannak a füzéreken. Akkor hamarosan teljes díszben lesz a főtér, hiszen most elkészül a dekoráció, és holnap pedig a fenyő és a betlehem. Így van, és reméljük, hogy nagyon örülnek majd neki a nagykovácsok, ahogy eddig is minden évben.